A vendégeket Balázs Piroska, a Segítőkész Kispesti Gondozószolgálat vezetője köszöntette a Gondozószolgálat Csillagok Napközi Otthonában. Az igazgatónő a 27 éves hagyománya rendelkező világnapról beszélt. 1982-ben rokkantak világnapja volt, és pont szociálpolitikai és politikai szempontból ezt a nem szép kifejezést átminősítették egy szebben hangzóvá, mert méltánylással, valamint lojalitásból, azokról az emberekről van szó, és azoknak a napját ünnepeljük, akik betegségük, bármilyen más baleset, egyéb oknál fogva nem teljes mértékben egészségesek. A Csillagok Napközi Otthona immár 20 éve az intézmény része. Kezdetben kisebb engedélyezett létszámmal, most már 30 férőhellyel, és általában 20-25 ellátott fiatalunk tartózkodik bent. A napközi célja az érintett családok tehermentesítése és az ellátottak számára minőségi, tartalmas időtöltés biztosítása, valamint fejlesztő és szinten tartó foglalkozások biztosítása, melyeket szakemberek tartanak. Terápiás munkatársak, mint gyógypedagógus, mint gyógymasszőr, gyógytornász, azon kívül szociális gondozó munkatársak, technikai dolgozó és olyan mentálhigiénés munkatárs, hogy aki igényli, akár Isten tisztelettel kapcsolatos biblia órát is tart szükség esetén. Az ünnepségen részt vett a szolgálat munkatársain, a civil szervezetek képviselőin, valamint a gondozottakon kívül Gajda Péter polgármester és Vincek György alpolgármester is. Az alpolgármester empátiáját fejezte ki, és biztosította a jelenlevőket arról, hogy a kispesti önkormányzat folyamatosan szem előtt tartja a fogyatékkal élők nehézségeit, és igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy életük minél zökkenőmentesebb lehessen. Akadálymentesítjük a környezetet, hogy mindenki hozzáférjen a szolgáltatásokhoz, hogy ne legyen hátrány, ha valaki nem egészséges. Az intézmény és az informatikai akadálymentesítés nem csak a fogyatékkal élők mindennapjait könnyíti meg, hanem az egészséges embereknek, például a babakocsival közlekedőknek és az időseknek is nagy segítséget jelent, hangsúlyozta köszöntőjében Vincek György. Pont ma a fővárosi önkormányzatnál is volt az új főpolgármesternek egy összejövetele, ahol a kerületek, mindegyik kerület szándéknyilatkozatot tett arról, és ez biztos majd a nagy sajtóban is megjelenik, így a kispesti kerület is, hogy ezt a fővárosi szintű akadálymentesítést, együttműködést a civil szervezetekkel komolyan veszi, és egy folyamatos partneri kapcsolatban lép az érdekvédőkkel, amelyek majd segítik, közösen segítik a fővárosi munkát is. A főváros többek között annak támogatását is vállalta, hogy az érintettek számára a 23 kerületet átfogó elérhető információs bázist alakítsanak ki. Az ünnepség az ellátottak rövid előadásával folytatódott, majd Gregus Anikó és Dobrozemszki Gábor interaktív zenés műsora mindenkit táncra perdített. Jó folyózani, több remész, és nem lesz új nélkül.